Budapesti járatokat is töröltek a londoni légtér zárnia. Nagy-Britanniában és Norvégiában is légi kikötőket bénított meg az izlandi vulkánkitörésből a levegőbe jutott sűrű hamufelhő. 60 ezer bajba jutott adóst örököl a következő kormány. Ennyi család késik ugyanis hitelei törlesztésével több mint 90 napja. Az árverezést tiltó moratórium ugyan ma lejár, de egy múlt heti kormánydöntés módosította az árverési szabályokat, ami sokban bonyolítja a kialakult helyzetet. A végrehajtási szakaszban jelenleg 20 ezer lakás van. Iparszerűen lopta a BKV-nál a pénzt az MSZP-SZDSZ-es városvezetés, amit a rendőrségi gyanúsítás is alátámaszt. Papcsák Ferenc fővárosi képviselő szerint a BKV-ból talicskával vitték ki a milliókat. Ezért fontos, hogy a Fidesz a választások második fordulójában jól szerepeljen, hiszen csak akkor tud majd rendet tenni Budapesten. A vulkáni tevékenységek kutatásával foglalkozik a vulkanológia tudománya. Persze, ha egy tűzhányó működésbe kezd, akkor az nem csak a vulkanológusoknak jelent kihívást. Izland déli részén egy 187 éve szunnyadó vulkán ébredt fel, nem kis gondot okozva a környéken élőknek. Sűrű vulkáni füst száll az egyik izlandi gleccsernél lévő tűzhányóból. A hetek óta működő vulkán légkörbe jutott hamuja Nagy-Britannia fölé sodródott. A brit hatóságok biztonsági okokból leállították a Szigetország légiforgalmát. Csütörtök délelőtt először az északi, skót edinburghi, glasgowi és aberdeeni reptereket zárták le, majd a manchesteri, liverpooli és birminghami légikikötőt. A London kiszolgáló Heathrow-n és Gatwick-en összesen 250 járatot töröltek, köztük két budapestit is. Köszöntöm a stúdióban Karácsony Dávidot, aki az ELTE természetföldrajzi tanszékének a vezetője, és egész egyszerűen vulkanológus. Magyarországon olyan nagyon sok kutatási terület nincs, ugye? Vannak, csak nagyon régi vulkánjaink vannak, mindössze hárman dolgozunk, igazán aktív vulkanológusok, persze nem csak régi, hanem aktív vulkánokat is látogatunk. No, akkor miért volt arra szükség, hogy példátlanul, békeidőben példátlanul Nagy-Britanniában a teljes légiforgalmat le kelljen állítani? Most, amit láttunk filmet, igazából ugye a történet úgy szól, bár csak március óta íródik, hogy egy sokkal kisebb kitörés, egy lávaöntés indult először, ez március elején. Aztán a kutatók azt gondolták, hogy ez el is fog csitulni és vége lesz. Míg nem, aztán április 13-án éjszaka és 14-én hajnalra egy jóval nagyobb boom történt, olyan nagy, ami a troposzféra 8-10 kilométeres magasságig hatolt, és most ennek isszuk a levét, pontosabban ennek érezdik a hamuját. Igazából ez a hamufelhő egyáltalán nem egy ritka jelenség, még Izlandon sem, ami egyébként egy sokkal csendesebb működésről ismert sziget, pontosabban ez a típusú vulkanizmus, ami Izlandon van, az szelidebbnek mondható, mégis sajátos bonyolult folyamatok révén komoly robbanásokra is sor kerülhet. Például ez a vulkán, ami egy nehezen kimondható Eyjafjallajökull nevű vulkán, ennek a szomszédságában egy Katla nevű vulkán van, Katla, ez már egy nagyon komoly, ismert név a szakmában, egy nagyon kitörései, robbanásos kitörései voltak. A 20. század elején, 1918-ban volt egy komoly kitörése. Miért okoz igazán gondot egy ilyen hamufelhő? Amit lehet jól elmondani, hogy sűrű, nagy hamufelhő, ez valóban igaz ott konkrétan közvetlenül Izlandon. De most ugye már Nagy-Britanniában vagyunk, vagy ott járunk, ugye a szelek szárnyán, a nyugati szél áramlással délkelet felé sodródik ez a hamu. Sokkal hígabb lesz, de még mindig elég jelentős. Igazából érdekes módon egyáltalán nem látni ezt annyira. Tehát akik Londonban élnek, felnéznek az égre, süt a nap, szóval nem különösebben látni. Egyébként tényleg jó hír, meteorológiában is halljuk, hogy éppen most jó napos idő fog érkezni, tehát még csak ezt sem lehet mondani, hogy viharos idő lenne. A repülőgépek, sugárhajtású repülőgépek motorjára ez nagyon komoly veszélyt jelent, a hamufelhő. 1982-ben volt egy nagyon komoly, hát majdnem, hogy szerencsésen végződött, de nagyon komolyan végződhetett volna egy olyan történet, ami Indonéziában játszódott le, és hirtelen pak mind a négy sugárhajtású hajtómű leállt. Mégpedig azért állnak le a hajtóművek, nem a por mennyisége az igazán nagy veszély, hanem ez a vulkáni hamu, ugye ez egy szilikát kőzet szemcse, nagyon picike, mikroszkopikustól milliméteresig terjed, és megolvadhat. A sugárhajtású repülőgépek motorja a fejlesztéseknek köszönhetően úgy működik, hogy nagyon magas hőmérsékleten égeti az üzemanyagot. A magas hőmérséklet arra képes, hogy visszacsinálja, visszajátszuk ugyanazt, mint amikor megolvadt a magma, tehát a kőzetből olvadék képződött. Most ezt meg
megint megolvadhat és belepi a turbinák. Tehát a motor ráolvad szabályszerűen, és ugye egyszerűen leáll, azonnal megfagy a motor. És mondja, hogyha ilyen veszélyt jelent ez a hamu a turbinákra, akkor a lakosságra nézve nem jelent veszélyt? Vagy ahhoz nagyon magasan van? Egyrészt magasan, tehát ugye mondtam, hogy ez 11 kilométernél jár most ez a felhő, ugye ott közlekednek a sugárhajtású gépek, tehát ezért komoly veszélyforrás. Az emberi szervezetre nézve, hát ha ott kihajol valaki és beszippantja ezt a hamu felhő, akkor se igazán nem egy komoly, mint hogyha, mit tudom én, egy poros focipályán vagyunk, szóval kb. Ennyi, és ennek az egészségre szervezetre hangsúlyozták most is Nagy-Britanniában, hogy nincsen ilyen hatása, csak és kizárólag a légi közlekedésre okoz veszélyt. Tehát igazából más veszélytől nem kell tartani Európában. Épp erre gondoltam, hogy és hogyha úgy fúj a szél, hogy hozza ide a kontinens felé, esetleg egész Közép-Európáig, még Magyarországig is elér, addigra fel tud úgy higulni, hogy aztán ne legyen itt már semmi baj? Igen, tehát ez igazából, ahogy mondtam az elején, ez nem egy nagyon komoly kitörés még most sem, bármi előfordulhat. Izlandon is voltak nagyobb kitörések ennél, történelemben, sőt a legutóbbi 20. század végének a történéseiben is voltak olyan komoly kitörések, amikor nagy mennyiségű kén szemcséket tartalmazó hamufelhő került a légkörbe. Ennek igazából korán sem a emberi egészségre vagy a lakosságra van lehet káros hatása, sokkal inkább az éghajlat változásokat okozhatja, hiszen tudva lévő, hogy akár a nagy kihalásokat a föld történetben is részben ilyen nagy kitörések számlájára írják, hiszen leárnyékolja a glóbuszt, és akár komoly táplálékláncbeli változásokat idézhet elő. Mondja, tudják azt maguk, hogy mitől elevenedik meg egy vulkán, mitől ébred föl, és van-e az valamilyen szabályhoz kötve, hogy az egyik 180 év múlva, a harmadik meg csak 10-15 évet vár és föl kell? Pontosan, hogyha szeizmológus lennék, földrengésekkel foglalkozó szakember, akkor ezt nehezebben, őket ugye sokkal nagyobb áldozatok a száma általában, nem tudják megmondani, hogy pont mikor és hol pattan ki egy rengés. A vulkánkitöréseknél jobb a helyzet, egy vulkán az egy konkrét létező és lélegző valami, egy hegy, amit tényleg jól lehet monitorozni. A föld csekély mozgásai, a magma fölemelkedése, a vulkáni gázoknak, az összetételek a változásából nagyon jól lehet figyelni és előre jelezni, mikor fog kitörni egy vulkán. Amit kérdezett konkrétabban, most vannak veszélytelenebb, állandóan működő vulkánok, egy egyszerű összefüggés. Amelyik kicsit pukkan, kicsit pöfékel, azokat gyakran, akár turista szemmel is meg lehet látogatni, például egyetemi hallgatókkal, terepgyakorlaton, Olaszországban szoktunk ellátogatni. Azok a vulkánok viszont, amelyek nagyon nagyokat robbannak, ezek sokkal ritkábban teszik ezt. Tehát ez egy nagyon jól összefüggő valami, amit pontosan lehet mérni. Úgyhogy nagyon nagy kitöréseknél szerencsére még jó sokat kell várni arra, hogy ismét egy nagyot kitörjön egy adott vulkán. Megnyugtatod bennünket, hogy az emberi egészségre nem ártalmas ez a mú. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm szépen, kedves csokolom.